Szeretettel köszöntöm a Civil Multimédia kedves nézőit, és szeretettel köszöntöm Juhász Zsoltot is, aki mai vendégünk. Szervusz Zsolt, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Szervusztok, én köszönöm, hogy itt lehetek. Ma a Magyarok Házában az 1000 dob ünnepe zajlik, ami a Civil Multimédia első igazi nagy rendezvénye. Ezen a rendezvényen az egyik előadó Juhász Zsolt, aki a magyar nyelv jelképrendszeréről, a magyar nyelv összefüggéseiről, rejtelmeiről tart előadást. Már korábban a CMM rendezésében tartott egy előadást, amit szintén nagyon élveztünk, ez megtekinthető a YouTube csatornán. Zsolt, arról kérdeznélek először, hogy honnét neked ez a kötődésed a magyar nyelvhez, hogy ismerkedtél meg egyáltalán a rovásírással, és hogy ennyire elragadott, beleszerettél, és hogy ennyi most már könyved is megjelent ennek kapcsán? Hát ezzel kapcsolatban én azt szoktam mondani, hogy most tehát azok a dolgok általában, amikről a könyveim szólnak, sokszor megkapom a kérdést, hogy honnan veszem én ezeket a dolgokat. Mert erről idáig, tehát ezekről az összefüggésekről idáig nem jelentek meg könyvek. Beszéltek róla az emberek. Tehát erre én sem magamtól jöttem rá ezekre a dolgokra. Én konkrétan emlékszem a pillanatra, amikor ilyen még 10 évesen beszélgetek egy barátommal a csillagos ég alatt, és ő beszél nekem arról, hogy a magyar nyelvben milyen bölcsességek vannak. Aztán 20 évvel később én megkérdeztem, hogy emlékszik erre, és azt mondja, hogy ő ilyet nem tett. Tehát már gyerekkorodban megjelent ez a... Persze, ez a... igen. Én mondom, tisztán emlékszem arra a pillanatra, amikor a csillagos ég alatt állunk, és ez a barátom besél nekem erről, hogy a magyar nyelv az ám nem akármilyen nyelv, mert hát, hogy milyen összefüggések vannak benne, és én tátott szájjal hallgattam, és valóban, és azon, onnantól kezdve, jó, persze már jobban, egyébként korábban elkezdődött ez a kötődésem, tehát hogyha végignézek az életemen, akkor és a könyveimen, akkor azt látom, hogy én most azért vagyok itt, hogy ezeket a dolgokat tudjam, amik a könyveimben vannak, mert gondolom könyvet még ezekről az összefüggésekről nem írt senki, legalábbis én nem tudok róla. Tehát gyerekkorodban megkaptad ezt az élményt, és aztán ez folyamatosan ott volt benned, ez sarkalt arra, hogy kezd el figyelni a nyelvet, hogy milyen bölcsességeket tartalmaz, milyen igazságokat, és egyre több mindenre jöhettél rá, gondolom, kutattad is ezeket. Most már 4 könyved is megjelent. Milyen sorrendben, és hogy biztos, hogy ez mögött is van egy szellemi út, amit te tettél meg. Igen, hát ez természetes. Ez az egyébként az, hogy hogyan fejlődik a világ, meg hogy mi történik ma a világban, az nagyon jól látszik azon, hogy például ez az első könyvem, ez a magyar nyelv, mint tutikönyv az életnevi túrához. Ez a könyv, ez még 10 évig készült. 10 évig? Ez 10 évig készült, és ez gyakorlatilag az én ráeszmélésemet tartalmazza ezekre a dolgokra. Ez a te fejlődésedet is. Igen, pontosan, tehát ennek azért készült ilyen sokáig, mert volt egy nagyon nagy törés benne, amikor én megírtam az első verzióját ennek a könyvnek, és azt hittem, hogy kész van. És aztán akkor jött egy felfedezés, hogy ott van a rovási jelrendszer is, és az ugyanúgy része ennek a rendszernek, tehát a magyar nyelv nevű rendszernek a rovási jelrendszer is a része. Tehát itt nem csak, hogy a szavakban van meg ez a rendszer, hanem a jelekben is, és egy vonalat nem húztak véletlenül, és azok a jelek, azok alátámasztják a nyelvben, tehát szó szerint ugye jelképeknek hívjuk ezeket, szó szerint jelképezik nekünk azt, hogy mi van ugye azok mögött, a hangok mögött. És akkor, ahogy mondom, tehát ez volt az a pillanat, amikor újra kellett írnom az egész könyvet. Tehát amikor erre rájöttem, hogy a jelekben is ugyanúgy ott van ez a rendszer, és ráadásul a jelekben ott a belépőpont, mert a jelek ugye azért vannak, hogy jelezzenek felénk. Tehát nagyon egyszerűen a jelekből ki lehet olvasni, hogy hol a belépőpont, ahol a legegyszerűbb jel. Ugye? És akkor onnantól kezdve, hogy ezt megláttam, onnantól kezdve az egy sok volt, megmondom őszintén akkor. Tehát nem is tudtam ezekkel a dolgokkal akkor volt, hogy legalább egy évig foglalkozni. És aztán fel kellett erre újra lelkileg készülni, ráhangolódni erre, hogy ez egy innentől kezdve egy még nagyobb feladat, és akkor kezdhetem előről az egészet, és akkor így alakult ez a dolog. És elkészült az első, megjelent, és aztán további vágyat éreztél, hogy folytasd, és újabbakat írjál. Igen, nem, a második könyv az annak a
hatására jött létre, hogy én megmondom őszintén, már kinőttem abból a korból, hogy bizonygassam az embereknek úton útfélen, hogy én mivel foglalkozom, meg erről beszéljek nekik állandóan. Viszont amivel én foglalkoztam, az nekem folyamatosan evidencia volt. Én elindultam a keleti hagyományoktól, tehát a védák, mielőtt egyébként elkezdtem a magyar nyelvvel foglalkozni, volt egy ilyen utam, tehát végigmentem szinte az összes nagy világvalláson, nagyon sokat foglalkoztam velük, a védák voltak azok, amik a szerelmesükké tettek gyakorlatilag, ott hihetetlen mennyiségű információt szippantottam fel. Egyébként nagyon érdekes, mint később megtudtam, a védákkal való kapcsolatom, az a hindu bölcseknek erre egyébként külön kifejezéseik vannak, hogy milyen az az ember, akinek a védáknak olyan védákkal olyan a kapcsolata, mint nekem, mert tehát egy idő után már tudtam, hogy ez benne van, benne lesz a védákban. Ennek az első könyvnek van egy, a Isvara Krishna Das volt a védikus lektora, és ebben védákra való hivatkozások is vannak. Hát ez a könyv egy rendszerről szól, és ezt a rendszert valahol alá kellett támasztani, hogy tehát ilyen támpontokat adni, hogy van még a világon olyan rendszer, mint ez, és az fedésben áll gyakorlatilag a védákban és a magyar nyelvben lévő rendszer. És vele a beszélgetéseim azok olyanok voltak, hogy egy idő után már csak úgy hívtam fel, hogy az hol van a védákban, mert aha, tudtam, hogy benne van. Tehát, és akkor ő aztán megmondta. Tehát folyamatosan, ahogy elindultál ezen az úton, újabb és újabb kapuk, ajtók nyíltak, igen, meg, újabb és újabb összefüggésekre jöttél rá, ami azt gondolom, hogy egyre messzebb vezetett téged is a múltban. Tehát mert akkor a gyökerek is megjelenek, ugye, hogy honnét van mindez. Az előadásodon, amit itt a házban tartottál, abban volt egy nagyon érdekes mondatod, hogy a magyar nyelv olyan összefüggéseket tartalmaz, amit egyszerűen a makogásból nem lehet származtatni, ugye? Ez teljesen nyilvánvaló. Egyébként azóta rájöttem, tehát hihetetlen kínos ez a mostani nyelvtudománynak, de nem csak a magyar nyelv, az összes nyelv mesterségesen létrehozott nyelv. Ez most már számomra teljesen nyilvánvaló egyébként. Tehát tehát természetes, hogy az ember fejlődik, miközben keresi ezeket a dolgokat. Én az elején csak a magyar nyelvvel foglalkoztam, ugye magyarul tudok jól, és a magyar nyelvben lévő összefüggésekre jöttem rá. Aztán mostanában, most készülök az új könyvemre egyébként, aminek az lesz a cím, hogy az igazság az emberről. És ebben kapcsolatban, ugyanúgy az első könyvemnél is a sugallatok azok úgy jöttek, hogy bekapcsoltam a rádiót, és két ember arról beszélt, ami éppen nekem hiányzott információ. Tehát az első könyvem is pontosan. Igen, tehát így jöttek minden felől az információk felé. Most egyébként ez az új könyvhöz is oda jön hozzám egy ember, és akkor elmondja nekem azt, hogy a Rudolf Steinernek megjelent egy könyve arról, hogy a névnet nyelv hogyan hat a tudat alattira. Aztán bemegyek barátaimhoz egy könyvesboltba, és a kezembe nyomnak egy könyvet, hogy ez a te könyved, ezt neked szeretnénk adni, amiben az egyik oldalon, egyik fejezet arról szól, hogy az angol nyelv hogyan hat a tudat alattira. Aha. És akkor hát, hogyha ezek, tehát így jönnek elém ezek a dolgok, hát én már írok ezekben a könyvekben arról, hogy a magyar nyelv az hogyan hat a tudat alatt. Mert hogy az is hat. Igen, pontosan. Minden nyelv egy rendszer, és a rendszerek azok soha nem jönnek létre véletlenül. Hogyne. Egyik nyelv sem a makogásból alakult ki. Ez nagyon kínos ez trauma lesz a modern tudománynak, amikor szembesülnek ebben. De egyelőre a materializmus, mint eszme, gyakorlatilag ezeket eltiporja, ezeket a dolgokat. Tehát az áll ezekkel szembe. Hát nekik mindenképpen azt kell bizonygatniuk, hogy az ember az ugye fejlődött, a majomból lett az ember valahogy, és akkor véletlenül valahogy megtanult beszélni. De túl sok a véletlen egyébként. Igen. Amiről beszélünk. A 21. század az feltetőleg a biológia tudománya lesz, mert ugye a 16. 17. században a fizika, mint tudomány elkezdett ugye mérni mindent, és akkor ebből származik a materialista nézet, és jött Darwin, ugye, aki megállapította, hogy akkor valahogy ott lett az élet. Aki egyébként nem volt materialista, tehát ő hívő. Ő még nem. Igen, igen. És akkor aztán lett az egysejtő, a hal kimászott, elkezdett repülni, utána meg majom lett, és a majom lemászott, a makogó majom lemászott a fáról, fölegyenesedett, és akkor ilyen jelképrendszereket, vagy ilyen nyelvet alakított ki a majomból származó
utód, de ez a tudomány, ez az élet rejtélyét még nem fejtette meg. Einstein mondta, hogy itt egy szatyor, vagy itt van egy zacskó, amiben egy zsebóra alkatrészei vannak, rázogasd addig, amíg újból zsebóra lesz. Tehát a 21. század remélhetőleg választhat majd az élet rejtélyeire is, és hogyha ezt megértjük, akkor sokkal többet fogunk tudni, de ez millió meglepetést fog tartalmazni. Maradjunk a magyar nyelvnél, vagy térjünk vissza. Tehát 4 könyved már elkészült, és most az 5. De ez sem az utolsó lesz, biztos vagyok benne, ahogy ismerlek. Igen, mondom, tehát egyébként ott egy picit a félbe maradt a gondolat, hogy hogyan jöttek ugye a könyvek. Igen, ugye, igen. Ugye, hogy az első könyvem után én elkezdtek meghívni ebben kapcsolatban előadásokra. Tehát szerencsére ez a könyv ez elég hamar, elég népszerű lett. És akkor elkezdtek meghívni különböző helyekre előadásra, és akkor elkezdtem találkozni végre az emberekkel, tehát a közönséggel, akinek szántam én ezt a könyvet. És amikor én elkezdtem beszélgetni ezekről a dolgokról az emberekkel, és a visszajelzések megérkeztek, akkor rájöttem, hogy van egy hihetetlen mennyiségű háttérinformáció az én birtokomban, ami miatt nekem evidenciák ezek a dolgok, amik ebben a könyvben megvannak, és ami az embereknek nincs meg. És ez miatt tesznek fel nekem egy csomó kérdést, és a második könyv az nagy részben erre egy válasz. Hát a második könyv az végül is a tudat útja, az a címe, az alcíme, és erre, tehát egy ilyen háttérinformáció tár avval kapcsolatban az emberiségnek az utolsó 6000 évével kapcsolatban, ami ugye, tehát hogy... Tehát nem véletlenül jöttek létre a nyelvek, nem véletlenül jött létre az ember, nem véletlenül jött létre a világ. Tehát ez nem újdonság. Tehát erre a védikus műveket, hogyha valaki megnézi az indiai védikus műveket, ott hihetetlen irodalma van annak, és le van írva még az is, hogy a nyelv hogy jött létre. Például az a nyelv, a védák nyelve, a szanszkrit nyelv. Le van írva az is, hogy ez egy mesterséges nyelv. Na most innentől kezdve ez a modern tudománynak hihetetlenül kínos ismételten. Igen. Ugyanis az indoeurópai nyelvek, ugye a modern tudománynak a nyelve az indoeurópai nyelvek, hogyne. Tehát a modern tudomány fellegvárai azok ugye abban a térségben vannak, akik azt állítják bőszen, hogy minden nyelv a makogásból alakult ki. Holott az a nyelv, amit beszélnek, megvannak a feljegyzések, hogy ez egy mesterségesen létrehozott nyelv, megvan a hangtana, hogy melyik hangot miért, tehát a szavakat hogyan hozták létre, meg minden. Ez milyen érdekes. És ez őrülten döbbenet. Egyébként az első könyvemnél én hivatkoztam a szanszkritra, és én akkor találkoztam már a védákból ezekkel az idézetekkel, és akkor beszélni szerettem volna erről egy szanszkrit tanárral. Aki amikor elmondtam neki, hogy mit szeretnék tőle, azt mondta, hogy ha erről akarok vele beszélni, akkor ő nem találkozik velem. Ugyanis ő, hát ezt nem mondta így el, de összeállt a kép teljesen nyilvánvalóan, ugye ő a hivatalos tudománynak a zászlóvivője, és nem beszélhet arról, hogy a szanszkrit az egy mesterségesen létrehozott nyelv, mert akkor már ugye megkérdőjelezi a hivatalos tudománynak az álláspontját ezzel kapcsolatban, hogy az is a makogásból alakult ki. Hiába vannak róla feljegyzések, az mese. Ugye? Mint ahogy nagyon sok mindennel találkozunk, hogy így reagál a modern tudomány bizonyos dolgokra, amik vannak ebben a világban, hogy hát az csak egy mese, ugye? Az is csak egy mese, ami az én könyveimben van egyébként. Aztán a következő nagyon fontos lépés, ugye az, hogy az akadémia, a tudomány az azt állítja, hogy mi magyarok egyébként nem rendelkezünk nagy múlttal, valamikor ugye egyszer csak előkerültünk itt a 600-as években a sztyeppékről, és megjelentünk az őshazából, és egyébként írástudatlanok voltunk, és bőgatyás, görbelábúak, ahogy az egyik volt akadémia vezető mondta. És hát a rovás írásról meghallgat a tudomány, és néma csendben van, pedig hát fantasztikus abban is, micsoda tudás van, és hát tagadhatatlan az ősisége. Igen, hát a könyveim végül is, főleg a harmadik, ugye a Rovási Elrendszer, mint tuti könyv az életnevű túrához, az erről szól, tehát erről a rendszerről, abban benne van az egész rendszer. Itt most egyelőre még a rovás társadalom is megosztott egyébként a rovás írással kapcsolatban, mert ott is, hát mi nem tudunk mit csinálni, ugye a tudatalattink ez a modern világnak a terméke.
mi ezekben az iskolákban edződtünk, ugye ezekkel a mesékkel, amiket ugye a Modern Tudomány nevű szekta előad nekünk, ugye ezekkel vagyunk edzve. És nagyon nehéz ebből kilépni. Viszont hogyha képesek vagyunk tényleg egy kicsit följebb emelkedni a dolgokon, tehát nem csak így ilyen béka perspektívából tekintünk a dolgokra, akkor nem tudjuk az egészet látni. Tehát a nyelvünkben, mondom, és az írásunkban ott van egy rendszer. Hogyne. Ami nem jöhetett létre véletlenül. Tehát teljesen nyilvánvaló, hogy a rendszert valaki létrehozta, és az írás jelekben is. Én nem mondom azt, hogy tehát eltűntek jelek valóban a rovási jelrendszerből, de nekünk csak annyi a dolgunk, ez egyébként néhány jelről van szó, néhány jelnek vitatják csak az ősiségét. Arról van szó, hogy most nekünk meg kell találni a legjobb jelet azoknak, tehát hogy jele, ami a legjobban kifejezi számunkra ezt a dolgot, és számomra egyébként van egy olyan oldala is ennek a dolognak. Én a rovási jelrendszerben, tehát amit én bemutatok a könyveimben, van olyan, hogy egy hangra két jel van. Tehát a rovási jelrendszerben ez teljesen egyértelmű. A K-ra például és a J-re is két hang van. És ez a kettő teljesen nyilvánvalóan azért van, mert kétféle oldalról mutatja be képileg ugyanazt a dolgot. És én nem vagyok biztos abban, hogy akár ez többi erre is igaz volt régen. Uh-huh. Tehát teljesen lehet, hogy valakinek jobban esett egy másik jelet használni egy adott hangra azért, mert ő azt az oldalát szerette volna bemutatni ennek a dolognak. És ez szerintem teljesen természetes akkor, amikor az ember egy ilyen fényelteli gondolkodásmóddal áll. Tehát nem egy ilyen gondolkodásmóddal áll a világhoz, hogy ez csak így lehet, máshogy nem. Tehát, hogyha valaki így gondolkodik, akkor persze, neki csak úgy lehet. De hogyha valaki felül tud emelkedni, egy kicsit nagyobb perspektívában látja a dolgokat, akkor látja azt, hogy nagyon sokféleképpen lehet. Zsolt, de ezek a rovás jelek, ezek nem csak egyszerűen egyfajta jel, hanem ezek gyakorlatilag egy szimbólumrendszert képeznek. Igen, pontosan. Igen, hát ez az, amiről beszélek, hogy ott, tehát egy vonalat nem húztak véletlenül. Ha az ember elkezdi őket nézni, akkor igen, gyakorlatilag egy szellemi úton veszi, vagy találja magát. Pontosan, egyszer csak. Végülis mondom, tehát ez a rovás jelrendszer, mint tudikönyv az életnemű túrához, és az ős magyar jelképek is arról szól, hogyha helyesen tanuljuk meg a rovás, mint jelrendszert, tanítjuk meg, vagy tanuljuk meg a rovási jelrendszert, akkor ez egy beavatást is ad. Egyébként én azt szoktam még ebben a kapcsolatban mondani, hogy hihetetlen sok rétegbe van a tudás a magyar nyelvben. És ez a réteg, amit én bemutatok, ez az egyik réteg csak. Tehát az, hogy valaki esetleg más oldalról lát dolgokat, az nem azt jelenti, hogy neki van igaza, vagy nekem. Tehát itt szó nincs vagy-vagyról. Itt arról van szó egyszerűen, hogy egy másik nézőpontból, egy másik látásmódjából a világnak más dolgok kerülnek elő a rendszerben. Tehát ebben a könyvben is kétféle rendszert, az egyiket nagyon dióhéjban mutatom be csak, de a modern fizikához kapcsolható rendszer is van a nyelvünkben. Tehát egyszerűen döbbenetes, hogy és ez maga a hangtan. Tehát, hogy egy hangot nem mondtak ki véletlenül, és egy vonalat nem húztak véletlenül. Tehát mert minden hanghoz kapcsolódik egy bizonyos fizikai sík. És így hozták létre a szavakat. És egyébként ez a szanszkrit nyelvről ugyanígy megvan feljegyzésokat. Tehát ott még ez is megvan, tehát nálunk még ez is fennmaradt, hogy mondom a hangokat mi alapján hozták létre. És ez, hogyha ránézünk, valaki elolvassa ezeket egyébként a szanszkrit nyelvről, egy az egyben ráillik a magyar nyelvre. És egyébként Kőrösi Csoma Sándor volt az, aki azt mondta, hogy nem tudom, hogy sokan tudják-e, de ő a halála előtt nem sokkal összekészített egy láda szanszkrit nyelvű könyvet, és elküldte a Magyar Tudományos Akadémiának, és egy ajánlást fűzött hozzá, és azt mondta, hogy nincs még egy nép a világon, aki ennyi dolgot találna a múltjára és a nyelvével kapcsolatban, mint a magyar ezekben a könyvekben. Hát aztán ugye, amikor megérkezett ez a csomag, akkor már a Magyar Tudományos Akadémiának volt egy fordulása, ugye Paul Gunzdorfer. A nevében is benne van, hogy akad. Igen, és onnantól így kezdve lesz a, igen, elkezdtek akadékoskodni. Az utolsó könyved mikor jelent meg? Ez most karácsony, most elmúlt karácsony, tehát tavaly karácsony. Tehát ez a legfrissebb? Igen, ez a legfrissebb. Az ős, de alig, hogy megjelent, már írod a következőt. Hát, ahogy jönnek a dolgok egyébként, tehát ilyen csodás történeteket tudnák mesélni arról, hogy
És akkor bocsánat, hogy a szabadba, szabadba vágok, kell is, mert kedves nézők, Juhász Zsolttal ősszel szintén találkozhatnak a Vítírét a magyaroknak előadás sorozatban, mert már meghívtuk, és az időpont az még talán bizonytalan. Zsolt, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, nagyon várjuk az őszi előadásodat, amit természetesen rögzítünk. Kedves nézők, köszönjük a figyelmet, figyeljék továbbra is a civil multimédia adásait. Köszönöm.